Ismét felszentelték Halasi Olivér újpesti olimpikon síremlékét a Megyeri temetőben. Az olimpikon megrongált nyughelyét Újpest önkormányzat állította helyre. Tavaly évvégén rongálták meg ismeretlenek Halasi Olivér olimpikon sírját a Megyeri temetőben. A megrongált emlékművet dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő vette észre, aki az esetet azonnal jelezte a családnak és a városvezetésnek is. Az önkormányzat költségén helyreállított síremléket január 31-én Molnár István, a Nap utcai Szent József plébánia templom plébánosa szentelte fel. A megemlékezésen Wintermann Dezsolt polgármester, valamint az olimpikon lánya dr. Halasi Ilona is jelen volt. Olivérnek a példája, kitartása mutatta meg számunkra a hitnek, a növekedésnek az útját. Ő, aki kiváló eredményeket tudott elérni a sportnak a területén, példaképünk lehet számunkra is a mindennapi életben. Az ünnepélyes felszentelés után dr. Hollósi Antal, Wintermann Dezsolt és dr. Halasi Ilona közösen helyezte el a kegyelet virágait.